Ezt a LMBT, ezt a szivárvány családos, nem tudom micsodát, én egy gumicsonnak tudnám. Persze. Kicsit ez ilyet mondott valaki? Hát ez jön. A sorok között olvasva igaziból egyértelmű. A sorok között olvasva. Az elitnek megvannak a maga járatot, magániskolái, alapítványiskolái. Vitathatsz bármit, de azt mondani, hogy ezek azért, mert hogy a magyarok csicskák, és ezek az emberek mind csicskák. Tök igazad van, de nem ez van a törvényben. Nekem is van ilyen. De nem ez. Tény, hogy az alaptörvényben benne van ez az apa férfi, az anyanő dolog. Hozzon létre, vagy gyermeket tulajdonoljon ennek. Mi az, hogy romaként? Mi az, hogy romaként? Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a Nyílt Csisak legújabb adásában, én Tikvicki Dóra vagyok. Ma lesz szó arról, hogy milyen jövőt hozhat a státusztörvénynek a bevezetése, Amerika és Magyarország kapcsolatáról, illetve hogy törvény adta jog lesz a szivárvány családok névtelen feljelentése. A mai vendégeim pedig Schiffer András, volt országgyűlési képviselő és ügyvéd, Komáromi Gergely, zenész aktivista, Ábrahám Róbert, média személyiség és Szakács Árpád publicista. Köszönöm szépen mindenkinek. Akkor kezdjük ezzel, hogy milyen jövőt is hozhat a státusz törvénynek a bevezetése. Először is ugye ez még nincs bevezetve, tehát még lehet az, hogy egyáltalán nem vezetik be, csak részben fogják bevezetni, és hogy teljes egészében. Melyik az, amire a legnagyobb esély van? András. Hát először is ugye az fontos tisztázni, hogy itt még nem egy parlamentbe beterjesztett törvényjavaslatról van szó, hanem egy minisztériumi koncepcióról, törvénytervezetről, legalábbis amennyire én tudom. De szerintem teljesen felesleges ennek a törvénytervezetnek a részleteiről beszélgetni, mert maga az út, amit a kormány választ az oktatás politikában, egy teljes tévedés. Tehát lehet joggal bírálni ma a közoktatás színvonalát, a pedagógusoknak a hozzáállását, felkészültségét, csak szembe kell nézni azzal, hogy ez egy 12 plusz 20 plusz 40 éves mulasztásnak az eredménye. És pontosan egy magát nemzetinek, konzervatívnak nevező hazudó kormánynak kiemelt szempont kellene, hogy legyen, hogy hosszú távon a pedagógus pályát választhatóvá tegye, hiszen egyébként az áthagyományozódás hogyan tud érvényesülni egy társadalomban. Tehát leginkább egy magát nemzetinek, konzervatívnak tituláló kormánynak kéne hangsúlyt fektetnie arra, hogy miután már leboxolták azokat a meccseket, hogy nyílő meg vas benne legyen a nemzeti alaptantervbe, és így tovább, és így tovább, esetleg legyenek pedagógusok, akik képesek ezt a nemzeti alaptantervet átadni. Csak azt akarom mondani, hogy ha már azzal a hazug indokkal nem állnak neki egy brutális pedagógus béremelésnek, hogy az uniós források nem érkeztek még meg, ami nyilvánvalóan egy teljesen hazug, átlátszó érvelés, legalább ne súlyosbítsák a pedagógusoknak a helyzetét. Tehát, hogy se béremelés nem hajtok végre, tehát egy masszív, nem 10-20%-os, hanem egy minimum 50%-os béremelést. Másik oldalon pedig minden olyan feltételét a pedagógus pályának, ami egyébként a fizetéstől függetlenül esetleg csábító lehet fiatalok számára, vagy korábban pályaelhagyók számára, azokat súlyosbítom, ez egyszerűen öngyilkosság. Tehát nem érv az, hogy ma milyen színvonalon oktatnak pedagógusok az iskolában, mert ez egy következmény. Az okokat kéne megszüntetni, és ahhoz első lépésben választhatóvá kéne tenni a pedagógus pályát a fiatalok számára, részben egy masszív béremeléssel, másrészt pedig nem elvenni azokat a kedvezményeit, előnyeit a pedagógus pályának, amiért valaki független az alacsony bérezéstől, vagy a nem túl piacképes bérezéstől választhatná ezt. Ráadásul van egy a pedagógus pályán túlmutató jelzés ebben a minisztériumi törvénytervezetben. Ez nevezetesen, ami én arra tudok csak gondolni 13 év elteltével, hogy az Orbán Viktornak a személyes missziója, ez a közalkalmazotti státusznak a szétverése. És ez pontosan illeszkedik abba az orbáni falanszter kapitalizmus elméletbe, ahol gyakorlatilag a munkavállaló tökéletesen védtelen. Az elmúlt években is láttuk azt, hogy a kulturális közgyűjteményi szférában és így tovább egészségügyben folyamatosan szervezték ki a közalkalmazotti védelem alól a munkavállalókat. Mondom, független a pedagógus szakmától és a közszférától, Orbán alapvetően abban gondolkodik, hogy a magyar versenyképességnek a kulcsa az a
könnyen, korlátok nélkül kizsákmányolható munkaerő. Ez egy teljes tévedés, és hangsúlyozom még egyszer, ha elfogynak a pedagógusok ebből a hazából, és ez könnyen lehet, hogy már szeptemberben így lesz, akkor teljesen fölöslegesek voltak azok a kultúrharcok, amiket a saját bázis adrenalin szint növelésére folytatott Orbán, illetve a Habony gépezet az elmúlt 12 évben. Egyetértesz? Az az igazság, hogy szakpolitikai kérdésekben úgy állásfoglalni, hogy elolvasom annak a zanzáját, aztán üvöltő hangon maga biztosan ellentmondás nem tűrően beágyazok egy frontot magamnak, és onnan támadok, az nekem annyira nem jön be. Szóval azt azért tudni kell, hogy mielőtt én erővélem, én mondanék, ezt kívülről szemlélem. És szakpolitikai kérdésekben nem vagyok otthon, de hogyne. Viszont elolvastam a pró és kontra érveket a tervezet mellett, és én ugye azt, ebből legalábbis számomra leginkább azért tehát, hogy mégiscsak jogfosztásokkal járna ez az egész új törvény, hogyha bevezetésre kerülne. És ilyen mód talán én egy picit revans szagot érzek ebben a tanárok és a politika kapcsolata okán, amit itt mondjuk az elmúlt évben vében, a tüntetésekre célozva, és nem biztos, hogy jó ötletnek tartom az semmilyen formában, hogyha az erő oldaláról közelítik meg bármilyen módon az oktatás politikát. Tehát az András monológiából, ami számomra nagyon ijesztő, az, hogy itt tanárhiány alakulhat ki, ráadásul hamarabb, mint azt gondolnánk, és azt gondolom, hogy ezt erőből nem fogják tudni megoldani, vagy nem ez lenne helyes, de mint azt korábban is hallhattuk egyébként szintén az Andrást, és az egyelőre még csak egy tervezet, szóval nagyon remélem, hogy ebben még lesznek szakmai viták, és akár egyébként még ez egy picit konszolidálódhat is ahhoz képest, mint amit olvastam róla a médiában. Belenéztem ebbe a tervezetbe, és csak néhány adatot, két teljes oldalnyi dolgot jegyzeteltem ki, úgyhogy ennek a tizedét sem fogom most elmondani. Tehát nem egyszerű jogfosztás van ennek a hátterében, hanem olyan az eddig is túlterhelt pedagógusokat olyan újabb munkákkal, olyan munkaterhekkel próbálják ellátni. Gondolom, hogy a pedagógus hiányt, vagy az üres órákat ezeken keresztül próbálják betölteni, ami konkrétan elképesztő. Tehát például nem ott kell tanítani, ahol felvették, hanem bárhová eltehetik, bárhová dobálhatják a tankerületen belül. A heti 32 kötött munkaidőt 40-re viszik fel, sőt 48 is lehet. A napi munkaidő eddig 8 óra volt, ezt 12 órára is felvihetik. Egyéb súlyosabb, hasonló dolgok is vannak benne, de ami tényleg elképesztő, hogy a pedagógus magatartását ellenőrizhetik, laptop és a telefonja átvizsgálható. Vagy munkaidő után sem szabad a közoktatásról negatívan nyilatkozni. Jó, hát ez tudnám sorolni ezeket az ötleteket, mert ebben a formában még ötlet szintjén van ez az egész, ahogy András is mondta, tehát ez az irány egy olyan út felé, ami törvényben is megfogalmazódhat, és valamikor még a júliusban vagy júniusban is akarják fogadni, vagy valamit el akarnak ezen a téren fogadni. Konkrétabbra terelve a szót, én olyan szinten vagyok érintett, hogy a feleségem pedagógus, tehát úgy nagyjából 15 éve belelátok, vagy érezzük, látjuk, hogy milyen állapotok vannak a közoktatásban. Rosszabb és rosszabb, tehát hogy az oktatást érintő javaslatok és az oktatást érintő jobbító elképzelések a Fidesznél nagyjából hasonlóak, mint a klasszikus viccben, amikor a rabbi gyógyítja a libákat, kón libáit, és akkor végül, mikor mindegyik liba megdöglött, akkor azt mondja erre a csodarabbi, hogy állj de kár, pedig nagyon sok jó ötletem volt még. A pedagógusi pálya katasztrofális állapotban van. Nincs utánpótlás, túlterheltek a tanárok, a helyettesítés az szintén drasztikus, és ezeknek mind a gyerekek isszák meg a kárát. Hát rengeteg olyan iskolát tudok, ahol nincs angoltanár, és a tornatanárt küldik be helyettesítésre, vagy nem volt német óra már egy fél éve konkrétan. Hát ez a gyerekekkel való olyan galád elbánás, amire nem nagyon lehet szavakat találni. Tehát, hogy egyre nehezebb, egyre kilátástalanabb a helyzet, és itt is van egy másik szintje az oktatásnak, ugye az elitnek megvannak a maga járatot, magániskolái, alapítványi iskolái, megvannak a kivételezett egyházi iskolák, és akkor oda járnak a gyerekeik. Tehát, hogy úgy elszakadt az egész, talán emiatt sem értik, vagy nem tudom, hogy mi állhat ennek a hátterében, ha a szándékosságot nem említjük, hogy az állami oktatási rendszerben elképesztő állapotok vannak. Nem beszélve még Kelet-Magyarország bizonyos régióiról, ahol a helyi kisebbség nehezíti meg magát az oktatást, tehát, hogy tényleg döbbenetes dolgokat lehet hallani, meg tapasztalni is. És az
egyáltalán, hogy ide eljutottunk, most ezünk nézzen szebb be a tanári kar, vagy a tanári világ, vagy a pedagógusi kör, ez jelentős részben saját maguknak köszönhető. Tehát, hogy a szomszédos országokban, Romániát tudnám példaként említeni, kiharcolták maguknak azokat az alapvető munkafeltételeket, amelyek egy tisztességes oktatáshoz szükségesek. De Árpi, ez nem csak a tanárokon kérhetett, ez az egész országra igaz, az egész magyar társadalomra. Természetesen, igaz. Részben igen, de azért akartam a tanárokat kiemelni, mert, és ha vannak olyan tanárok, akik hallgatják ezt a beszélgetést, ők is tudják, hogy egy tanári karon belül mindenki lázad ez ellen. Tehát senkinek nem tetszik az sem, ami idáig eljutott. De amikor konkrétan sztrájkolni kell, vagy hangot kell adni ennek az egésznek nyilvánosan, akkor a tanári kar 10-20%-a vállalja azt a fajta ellenállást, aminek köszönhető, hogy eredménytelen az ő munkájuk, vagy az ő küzdelmük ezen a téren, és az a helyzet, hogy a tanároknak, tehát hogy minden kívülről nagyon jó ötleteket tudunk adni egyébként, lehet, hogy mint a csodarabbi olyanokat is, de összességében a probléma egy része, a legfontosabb része, az magán a tanárokon nyugszik. Tehát hogyha a megfelelő ellen, ha kétharmada a tanároknak leteszi a munkát, nem csinál semmit x ideig, akkor azzal meg lehet hátráltatni a kormány, mert a kormány ezeket méri a társadalmon belül a különböző ellenállási formákat, tehát hogyha megfelelő az ellenállás, akkor onnan vissza fog vonulni a politika. Gergely. De ez az, mit gondoltak arról, hogyha ezt valójában nem tévedésből csinálja a kormány, hanem így egyszerű állampolgárként nekem nagyon úgy tűnik, hogy nagyon is tudatos ez az egész, és ugyanezt csinálja a kezdetektől fogva. És szerintem a kezdetektől fogva minden területen abszolút erőből nyom mindent ez a kormány, csak mondjuk úgy okos erőből. Szóval nem fejjel a falnak rohanva, hanem így felmérve, hogy mikor, mekkora agressziónak van elég nagy sikere, lehet elég nagy sikere. És könnyen lehet, hogy ezt a mostanit is azért csinálják. Egy pár fokkal azért terjesztenek be, vagy dobnak fel durvább törvénytervezetet, mint amit valójában be akarnak vezetni, hogy megnézzék, hogy na ez mekkora ellenállást vált ki. Hány tanár fogja aláírni, hogy ő leteszi a munkát, hányan mennek ki a tüntetésre, stb. És szépen lassan, mi van, hogyha tudatos ez az egész, hogy züllesszük le az oktatási rendszert, legyenek egyre kevésbé tudatos állampolgárok, mert az a kis réteg, akiket újra akarunk termelni a mi saját politikai gazdasági elitünknek, azt megoldjuk, viszont olcsó munkaerőnek a nyugati vállalatoknak, meg könnyen befolyásolható agymosott rabszolgasseregnek, annak sokkal jobb egy minél kevésbé tudatos, és minél inkább belenyugvásra nevelt állampolgársereg, akik már gyerekkoruktól fogva megszokják, hogy a szüleik is, meg a tanáraik is, tehát mindenki, aki gyerekkorukba körülveszi őket, a belenyugvás talaján állnak. Tehát, hogy igen, néha így felemelik a szavukat, de igaziból nem tesznek semmit. És még ha nem is direktben ezt oktatják nekik, de ez a légkör veszi őket körbe, és igen, ezt is lenyomták a torkukon, meg ezt is, meg ezt is, meg ezt is, és szépen ebben ülnek bele. Tehát ez a része is abszolút tudatos, nem csak az, hogy konkrétan maga az oktatás is egyre jobban lezűlik. Tehát én tudatosnak látom ezt a dolgot, és politikailag annyira sikeres ez a rablóbanda, aki jelenleg vezeti az országot, hogy én nagyon úgy látom, hogy az történik, amit ők szeretnének. Egy pillanatra baromi unalmas leszek, csak érdemes azért időben visszamenni egészen 1945-höz. Nem véletlen az, hogy előszeretettel sírják vissza, hogy 45 előtt milyen volt a pedagógus pálya megbecsültsége, meg a közoktatás színvonala. Az én egyik dédapám is egyébként falusi tanító volt, kapott házat, földet, egyik legmegbecsültebb polgára volt annak a délvidéki falunak. Csak hogy azt nem tesszük hozzá, hogy ennek azért az volt az ára, hogy irdatlan arányokban volt jelen az analfabetizmus Magyarországon, tehát 45 után a kommunista rendszer elkezdte a tömegesítését a közoktatásnak, aminek pozitív hozadéka, hogy az analfabetizmust, ha nem is teljesen, de döntő mértékben felszámolta, viszont ehhez kellett akkor a pedagógus állomány, ami nem állt rendelkezésre. Akiket a kommunista rendszer jó részt az 50-es évek elején verbúvált pedagógusként, azoknak, hogy mondjam, a bérigénye nyilván jóval lejjebb volt, mint a régi idők értelmiségi rétegének, mondjuk az én dédapámnak. Nem kellett ház, stb. Jól el volt azzal, hogy van végre egy szobakonyhás, fűtött lakás, lakótelepi lakás. A másik, hogy a kommunista rendszer ráadásul úgy tekintette erre a tanítói hálózatra, mint osztályellenség. Tehát azért az a
feltevés, hogy egy tanár lehetőleg ne keressen jobban, mint egy vályár vagy egy esztergályos, ez gyakorlatilag a 80-as évek végéig kitartott, ez a teljesen agyament szemlélet. A rendszerváltás után pedig jött a neoliberális sokkterápia, amelyik már abból a megközelítésből, hogy a nem produktív, úgymond jóléti szektorokat fűnyíró elven vágjuk vissza. Eztnek az eredményét idézőjelben mondom, látjuk az egészségügy, szociális, kulturális szektorban, de látjuk az oktatásnál is. És 2010 után ezzel az Orbán kormány, ezzel az örökséggel nem vetett számot. És ami itt rettenetesen fontos, hogy még az egészségügyben is egy-egy lépéssel, akár néhány éven, de mindenképpen egy cikluson belül lehet eredményeket felmutatni. Még talán a felsőoktatásra is ez valamennyire igaz, hogy lehet bizonyos helyeken látványos eredményeket felmutatni néhány éven belül. A közoktatás viszont nem ilyen. Tehát amit ma befektetnek, vagy amit ma nem fektetnek be, annak könnyen lehet, hogy 20-30 év múlva isszuk meg mindannyian a levét. Most túl azon, hogyha szeptemberben valahol már nem lesz tanár, annak nyilván a családok meg a gyerekek akkor érzik a kárát. És ugyanilyen dolog volt, hogy a két elmebajos covidos év, lockdownos év a mai napig felmérhetetlen károkat okozott a mai felnövekvő generációkban, tehát ezek a karanténos online oktatások, és a kabinet erre is egyenlőre teljesen süket. Na most a helyzet az, hogy minden közpolitikai területen rendkívül egyszerű és kiismerhető a kormánynak a mozgása. Rogán rendel egy mérést a Századvégtől, mondjuk megmérik azt, hogy a pedagógus tiltakozásoknak mekkora a népszerűsége, főleg miután ezt a pedofil valakit ugye előhúzták, nyilván nem túl magas. Megmérik, hogy a pedagógusoknak az elfogadottsága mekkora Magyarországon, hát nyilván nem túl népszerűek. Na de erre mondta már az imént is azt, hogy ez egy következmény, ez nem azok, hogy milyen színvonalú a pedagógus karma Magyarországon. És ebből Rogán Antal azt a következtetést vonja le, hogy toljuk tovább a dolgot, hiszen úgysem áll ki mellettük senki. Csak az egy már-már a hazárulással felérő felelőtlenség és rövidlátás, hogy ebben a szektorban nem lehet a hétről hétre megmért közvéleménykutatások alapján tervezni. Az, hogy most a kormány erőből odavág, mert úgy látja, hogy a Századvég mérések őt igazolják, a következő generációk isszák meg ennek a levét. És csak annyit még, Árpi, hogy te ugye azt mondtad, hogy a pedagógusok miért nem lépnek föl keményebben. Ennek van egy másik olvasata. A pedagógusok és általában a közszféra Magyarországon a rendszerváltás óta még mindig keményebben fellépett, mint a nem létező munkásosztály vagy a parasztság. Tehát a kérdésem az, hogy 89-90 után, amikor a multinacionális karvajtőke meg az elvtársak szétrabolták ezt az országot, lerombolták a termelőkapacitásokat. Hány melós, hány paraszt ment ki az utcákra utakat elzárni? Ezt hány általános sztrájk volt? Szerintem a keleti blokkban mi voltunk az egyetlen ország, ahol egy nyomorult általános sztrájk nem volt a rendszerváltás után. És itt van még a helyzetnek a kulcsa, hogy Orbán úgy akar a multik kedvére tenni, hogy be tudja azt mutatni, hogy ez az az ország, ahol nem kell sztrájk fenyegetéssel szembenézni. Ha valahol egyáltalán Magyarországon a dolgozók között volt ellenállás, sztrájk nyomás, az a közszféra. Pedagógus, mozdonyvezető, állami alkalmazottak, egészségügy. Ha ezekben a szektorokban letöri a sztrájk veszélyt, annak az eredményei akkor látszanak, amikor mondjuk Kínából, Koreából akkumulátorgyárakat csábítanak ide, vagy Németországból különböző összeszerelő üzemeket. Az pedig, hogy a pedagógus innentől kezdve szabadidejében sem fogalmazhat meg a közoktatásról véleményt, most túl azon, hogy a sztrájk jogát letörték, az pedig hát nyilvánvalóan, hogy a hatályos alaptörvény és a jelenleg is meglévő alkotmánybírósági gyakorlat alapján is kirívóan alaptörvénysértő, tehát még ezt nem gondolhatják komolyan. Még egy aspektust hadd hozzak be, hogy a szaktárca szerint a pedagógusok azért járnak jól ezzel, mert a bérezésnél már nem az életkor fog jobban számítani, hanem a teljesítmény. De hogyan lehet versenyképessé tenni ezt a szektort, ahol ugye egyre kevesebb lesz a tanár? Ugye megint a klasszikus vicc az osztogatnak vagy fosztogatnak elve jelenik meg a kommunikációban, tehát egy fosztogatást osztogatásként kommunikálnak. Tehát a András érveire visszatérve, tehát hogy valóban most már a pedagógusok eljuthattak oda, hogy már nincs mit veszteni. Tehát nem tudom, hogy hány bőrt tudnak még lehúzni róluk. Tehát hogy most már, tehát hogy a
rosszabb már nem lehet olyan értelemben, tehát hogy lehet lejjebb csúszni, tehát hogyha engednek, akkor még rosszabb lesz, ha tovább engednek, akkor még kegyetlenebb intézkedéseket fognak velük szemben foganatosítani. A másik, és tényleg csak röviden, mert ez úgy el szokott sikadni, tehát a pedagógusok megbecsülése az hiányzik a társadalom részéről is. Tehát aki benne van ebbe a világba, az tudja, hogy a szülők azok úgy kezelik a pedagógusok egy részét, vagy jelentős részét, akikre így hatással vannak, mintha alkalmazottjuk, vagy munkavállalójuk lenne, és mindenkinek a első Einstein színvonalú gyereke lenne. Tehát, hogy olyan történetek vannak ezen keresztül, tehát itt is egy társadalmi vitát érdemes lenne folytatni, hogy ez a kiszabadult liberalizmusnak az egyik vakvágánya, vagy vadhajtása ez, hogy bemegyek a tanárhoz, a feleségemnek is nagyon sokszor elmondták, semmilyen nyelvet nem beszélő emberek, hogy hogyan kellene a gyerekét németül tanítania. Tehát magyarul sem beszélő emberek. Magyarul is nehezen beszélő emberek. Tehát, hogy egyfajta szereptévesztésben van a társadalom, az oktatásnak, a pedagógusokkal kapcsolatos megbecsülésével kapcsolatban is. Tehát, hogy ez is egy fontos, nincsenek megbecsülve a pedagógusaink. Persze, mindig vannak esetek, hogy az egyik az nem tanít, meg alkalmatlan rá, de maga az, és egyre több ilyen eset van, pont nemrég az egyik helyen hallottam, hogy talán 6 év alatt 18 helyen tanított az egyik pedagógus, tehát hogy teljesen alkalmat, és mindenhonnan kirúgják egy idő után, tehát ilyen tűzoltásnak jó, hogy helyettesít, de hát teljesen alkalmatlan erre a feladatra. De hát ez megint magának, a rendszernek egyfajta visszajelzés, hogy valami rosszul működik a jelenlegi rendszerben is, a sok mindenen túl. Robi? Igen, hát hallgatván a Gergelyt és az Árpádot egy picit úgy érzem, mintha itt tényleg arról lenne szó, hogy minden egyes hibáját és minden egyes olyan dologért, amivel a közoktatás vagy az oktatás szenved, az gyakorlatilag a jobboldali kormánynak lehetne felrúgható, hiszen rájuk nehezedik, felöli őket, már majd, hogy nem agyon is nyomja, tehát nekem ez jött el abból, amit hallottam, és nem próbálom ide nem mondja becsületét, tehát már az elején mondtam, hogy egyébként ebben a törvényjavaslatban is én is érzem az erőt, és én is szeretném, hogyha ez ebben a formában azért nem valósulna meg, de azért azt tegyük már hozzá, hogy az oktatást egyébként nem csak a kormány terheli, vagy nem csak a kormány vélt rossz intézkedései terheli, hát a baloldali politika szintén terheli az oktatást, hiszen politikára használja fel őket, és politikát csinál az oktatás ügyből. Tehát, hogy azért azt vegyük már figyelembe, hogy amikor például arról beszélünk, hogy nem tudják érvényesíteni úgy az akaratukat, ahogy szeretnék mondjuk a kormánnyal szemben. Én hiszek egyébként a demokrácia azon eszközében, hogyha valamivel nem ért egyet mondjuk a tanártársadalom, tudjon fellépni, és tudja ennek hangot adni. Nem biztos, hogy ebben az ügyben a kormány a legnagyobb ellensége. Hát mint egy sztrájk kezdeményezés kialakul, azonnal ott vannak a baloldali pártok. Egyből a nyakukba telepednek, és maguknak csinálnak belőle politikai tőkét, és ezért van az, amire az András is célzott, hogy hát megmérik, hogy mennyire népszerű mondjuk a tanártüntetés, és akkor rájönnek, hogy olyannyira mégsem, de nem azért, mert a tanárokkal nem élt egyet egyébként az átlag magyar, hanem azért, mert azt látja, hogy a baloldalnak egy eszköze. És én elhiszem, hogy vannak igaz kezdeményezések, valóban olyan sztrájk indítványok, ami mellett akár még én is kiállok, hogyha egyetértek a tartalmával. De addig, amíg ezt nem tudják a baloldaltól függetlenül, legalábbis túlnesik erre nem tudják megvalósítani, addig ez egy politika. Bal és jobb oldal között továbbra is. És ilyen téren, tehát nem vitatom el, hogy a kormánynak felrúgott mindenféle kritika közül vannak, amik ülnek, de ugyanakkor meg ne nézzük már ilyen egy oldalon ezt a helyzetet. Azért a kormány szándékaival kapcsolatban, amiket itt felolvastam, és tényleg ez csak egy kis része azoknak a épésszel és nehezen felfogható dolgoknak, amivel nehezíteni és sújtani akarják a tanárokat, akkor ezek szerint csak azért, mert a baloldali pártok ráülnek ezekre a tiltakozásokra. Tehát itt valós problémák vannak. Én értem, hogy minden politikai erőnek érdeke valamilyen szempontból akár politikai tőkét is csinálni, de itt kellene most már eljutni arra a szintre, hogy ez egy ügy, ez egy nemzeti ügy. Tehát ha van nemzeti ügy, akkor ez az első számú nemzeti de ügy. De nem volt köztünk vita. Hogy a jövő generációja, most rakjuk le az alapjait a jövőnek. Hát vagy igazából most úgy látszik, hogy most fűrészeljük el. Jó, szóval ha tényleg demokráciát játszunk, és abban gondolkodunk, azért nemhogy nem kéne elvitatni a parlamenti ellenzéktől azt a jogot, lehetőséget, hogyha van egy tiltakozása,
mindenkori kormánnyal szemben, akkor igenis azt lovagolja meg. Egyenesen az ellenzéknek feladata, hogy meglovagolja és becsatornázza a parlamenti politikába, hogyha van a kormányzati intézkedésekkel szemben valami ellenállás. Ehhez képest a parlamenti ellenzék az elmúlt egy év pedagógus tiltakozásaiban meglehetősen periférikus, elhanyagolható szerepet játszott, úgyhogy szerintem erről tökéletesen fölösleges beszélni, arról már érdemes beszélni, nem a parlamenti ellenzék, mert mondom, ebben is jó rész szánalmasan szerepeltek, nem véletlenül állnak ott a közvéleménykutatásokban, ahogy állnak. Az, hogy különböző olyan NGO-k, akiknek eddig a missziójuk alapján semmi közük nem volt oktatáspolitikához, na ezek valóban rátelepedtek. De ezeket ketté választod? Ez persze, hogy ketté választom. Ezek persze, hogy rátelepedtek, csak a kérdés nem így merül fel. Hogyha van egy 75 éve, és ezt próbáltam hangsúlyozni, 75 éve krónikusan alulfizetett ágazat, a pedagógusok, nem rendezi a kormányzat a bérüket most sem, mert mondom, a 10-20% ez nevetséges akkor, amikor az infláció maga 20% fölött van. Ne bóckodjon már Rétvári Bence, komolyan. Minimum 50%-os egyösszegű azonnali béremelésre lenne szükség, nem lépik meg, ehhez képest a terheiket növelik, miközben tényleg az fenyeget, hogy NGO-k ide, parlamenti ellenzék, oda, Rogán Antal, amoda, szeptemberben nem lesz, aki kiálljon a katedrára. Ezzel a helyzettel kéne szembenézni a kormánnyal, és amire nem reflektáltál te sem. Az RPN-nek a kellős közepén volt pár évvel ezelőtt. Éveken keresztül megy egy ilyen kultúrkampfnak álcázott bábjáték, nyilván Orbán közben keveri a kávéját a felcsúti VIP-páholyban, hogy most akkor Nyírő Józsefet, meg Vas Albertet hogyan lehetne megjeleníteni a tananyagban, hatalmas konferenciák, tiltakozások, egymásnak beszólások jobbra-balra, majd kiderül, hogy itt sem olyan nem lesz lassan, aki meg tudná tanítani, nem Nyírőt meg Vast, Petőfit meg Aranyt, és amiről az RP az imént beszél, hogy miután a kormányzati propaganda folyamatosan hergel a pedagógusok ellen, folyamatosan nyomatja, pontosan a heti mérések alapján ördögien kikalkulálva az indulatadagokat a pedagógusokkal szemben, a szülők is már úgy vannak vele, hogy nem is érdekel minket, hogy akár csak Petőfit vagy Aranyt megtanítják-e a gyerekeinknek. Szóval, hogy lesz ebből összetartó társadalom, nemzeti öntudat, és a többi 10-20-30 év múlva? Ezt a kérdést kéne feltennie egy magát nemzetinek konzervatívnak hazudó kabinetnek. Gergely? Jó, mondjuk szerintem az eléggé nyilvánvaló, hogy ez a nemzeti konzervatív az pont annyira komolyan vehetetlen és őszintétlen, mint a radikális liberális volt, amikor elkezdték a politikai karrierjüket. Ezek profi mafiózók, akik nem általának bármilyen eszközt felhasználni arra, hogy az ő rövid távú céljaikat megvalósítsák. Szerintem semennyire se szempont náluk, hogy mi lesz 30-40 év múlva, meg nemzeti öntudat, meg mi lesz az országgal. Az ő karrierjük alatt akarnak annyit felhalmozni, hogy az ő saját következő generációiknak rendben legyen minden. Közben, hogy omlik össze az ország, az minden. Nem politikus generációt akarnak építeni, szóval még csak politikai szempontból se játszanak hosszú távra, hogy az Orbán azt akarná, hogy majd az ő unokája legyen még miniszterelnök. Az ő karrier alatt el akar mindent rabolni, hogy neki meg a haverjainak, meg a családjának jó legyen. Én ezt látom, ez az egyetlen konzisztens vezérlő elv, amihez végig tartják magukat, és amit abszolút végig sikeresebben teljesítenek is. De arra hadragálják én is, amit Robi mondott, azt most nem akarom én is kifejteni, hogy mennyire komolyan vehetetlen azt mondani, hogy a kormányon kívül bárkinek a hibája lenne az, hogy jelenleg most mi történik az oktatási rendszerrel, amikor 2010 óta náluk van a kormányrúd, és olyan szintű parancsuralmi rendszer van már, hogy senkinek semmi beleszólása nincs abban, hogy mi történik az országban, gyakorlatilag bármilyen területen. Tehát nehéz ezt azért... Hát volt beleszólás tavaly április 3-án például. Igen, de már az is komolyan vett, az is valóban igazi, szabad, nyílt, demokratikus választásnak már nem lehet nevezni, szerintem. Főleg, hogyha mellé tesszük az agymosó propagandának a mértékét és a többi, de amit igazán mondani akarok, az az, hogy valójában szerintem az igazi hibás és főbűnös az még csak nem is a kormány, hanem ha már történelmesdit játszunk, akkor szerintem még jobban visszamehetünk. Pont tegnap beszélgettem valakivel erről, hogy szerintem minimum a kiegyezés óta
ez a nép, az stabilan ráállt erre a végtelenül megalkuvó, belenyugvó státuszba, és ha mondjuk ilyen egyszerű és közérthető módon akarunk fogalmazni, akkor egy ilyen igazi csicska nép lettünk, és gyakorlatilag ez az, amit ha egy politikai erő felismer és megfelelően ki tud használni, akkor sikeres lesz. Ezt látjuk folyamatosan. Pont ugyanennyire csicskák voltak a magyarok a Horthy alatt, meg az egész kommunizmusban, és most is azóta, csak az Orbánék azok sokkal profiban felismertek, és kihasználják ezt, mint bárki más, és kihasználják azt, hogy egy végtelenül megalkuló és belenyugvó nép, és igen, meg lehet őket szépen lassan főzni. És ezért van az, hogy egyre tragikusabb a helyzet a pedagógus társadalomnak, de ugyanúgy csak maximum jó esetben talán pár száz ember majd polgári engedetlenséghez, meg direkt aktivizmushoz fog folyamodni, de egyelőre pár tucatról beszélünk. Szóval szerintem az a helyzet, hogy a végső felelősség mégiscsak a nép vállán van, a magyar nép vállán, mert vannak jó kezdeményezések, vannak inspiráló emberek, vannak inspiráló civil szervezetek, stb. Igen, a bohóc kategóriába tartozó jelenlegi magyar ellenzéki politika az mondjuk nem itt van, de a civilek között azért vannak olyan dolgok, amiket lehet... Kik azok a civilek? Hát mondjuk, akik nem fizetett politikusok. Én se vagyok az, Árpi sem az. Tök jó, én nem is rólatok beszélek. Jó, csak mondom. Egyetlen dolgot kérhetnék. Igen, tök jó, hogy vannak inspiráló kezdeményezések, stb., de amíg ennyire megalkuvó ez a nép, ennyire alkalmatlan arra, hogy radikális, rendszer szintű változást kikényszerítsen a döntéshozókból, addig ez fog történni, hogy ilyen irányba fogunk menni, azok ragadják magukhoz a hatalmat, akik ezt a legjobban felismerik és kihasználják. Bocsánat, csak megelőzöm a Robit, mert igazából még neki szeretnék visszaszúrni, hogy tudjon utána reagálni rám, és köszönöm, hogy nem élek a viszontválaszsal. Szóval a Robinak annyiban persze van igazsága, hogy akkor, amikor a pedagógus tüntetéseken, meg a minden, ami a köré kavarodik, visszatérően mondjuk a Mi vagyunk a Grund című örökbecsű számot játsszák el, ami véletlenül Karácsony főpolgármester kampányának is a főslágere volt, akkor nyilván csuklik egyet valaki, aki nem ennek a progresszív főáramnak a főszurkolója. Tehát kétségtelen, hogy ez a rátelepedés, ami legkevésbé a parlamenti ellenzéktől ered, amikor ez a rátelepedés megjelenik azokon a pedagógus demonstrációkon, amit jó esetben a magyar társadalom 90%-ának támogatnia kéne, az természetesen a politikai hatóerejét ezeknek a demonstrációknak radikálisan csökkenti. Idáig igazad van. Csak Rogán Antalnak, meg a többieknek felelős képviselőként, miniszterként ennél távolabb kéne látni. Nem az a kérdés, hogy ezeknek a demonstrációknak, meg Noárnak a pillanatnyi elfogadottsága mennyi, mert ez tök lényegtelen a magyar jövő szempontjából. Azt kell megnézni, hogy milyen állapotban vannak a magyar iskolák, hogy lehet megelőzni azt a katasztrófát, hogy szeptemberben be kelljen zárni iskolákat, és innen kéne kiindulni, és még egy az iskola bezárásokkal kapcsolatban, ami nem jött itt elő, mert nem annyira kihámozható a norma szövegből. De ahogyan az egészségügyben látjuk azt, hogy gyakorlatilag a Fidesz az SZDSZ 2006-os programját valósította, meg annak a jó részeit is, lásd, hálapénz eltörlése. Az SZDSZ-nek nem sikerült 20 évig, Pintér Sándornak egy év alatt sikerült, nem? De gyakorlatilag csak a megyeszékhelyeken maradnak igazi kórházak, ugyanígy a Fidesz kormányon a 13. évében megindította azt a falurombolást, ami ellen tiltakozott a gyurcsányizmus alatt. A kisiskolák bezárása, kisposták bezárása, és mondom, gyakorlatilag a kórházi ellátás is elérhetetlen lesz a falusi, kisvárosi emberek számára. Tehát ez az igazi botrány, és itt csak ki akarom azt hangosítani, amit az Árpi az imént felelevenített, hogy attól sem lehet azért elvonatkoztatni, hogy az elit, a NER lovagrend, és természetesen a nomenklatúra, burzsóázia és a progresszív értelmiségnek is a felső rétege régen nem a közkórházakba jár, régen nem a állami oktatásba jár, hanem magániskolákba, magánkórházakba. Akkor még Robi, az utolsó. Igen, csak leszeretném szögezni így András részére, hogy például az általa
osztott, vagy felvázolt aggodalmakat az oktatással kapcsolatban, én többségében osztom egyébként, tehát köztünk. Nem ebben van a vita. Abban van a vita, hogy amikor én baloldali pártok és baloldali politikáról beszélek, én annak szerves részének tekintem ezeket az NGO-kat, meg a mindenféle szervezeteket. Nem pártok. És az András és legkevésbé baloldaliak. De az András ezt külön választja. Én ezt megértem, talán ebben van köztünk ellenmondás. Viszont a Gergelynek hadd reagáljak, és nagy tisztelettel teszem, tehát nem bántó szándékkal, de azért tisztázzuk, definiáljuk, hogy számodra mit jelent az a csicska. Mert az, hogy mindenért csicskának mondani a magyar népet, meg a tömegeket csicskának nevezni, az nekem annyira nem szimpatikus, mert ha a csicskaság számodra azt jelenti, hogy mindenki, aki nem úgy gondolkodik, mint te, akkor ez egy tökéletes jelző volt. Ellenben viszont nem. Tehát nem feltételezzük már azt, ez nem tudom, ez milyen hagyomány, ez korábban szerintem nem létezett, ez valami újkori találmány lehet, hogy demokratikus választások vannak Magyarországon, te ennek a legitimitását megkérdőjelezted, még talán ezt is el tudom fogadni, hogy ez a véleményed, na de azt ne hozd már nekem elő, hogy tényleg az ország egy jelentős száma csicska és idióta és félanalfabéta, és azért támogatja mondjuk a mostani kormányt, mert ez egész egyszerűen nonsense, nem azért támogatják, mert egyrészt egyetértenek vele, mások meg azért támogatják, mert lehet, hogy nem is a kormánnyal értenek egyet, hanem annyira viszketnek a másik lehetőségtől, és ilyen módon makiavelista módon a kormányt támogatják. De azt, te erre mondhatod azt, hogy ez jó döntés, felelőtlen, rossz döntés, vitathatsz bármit, de azt mondani, hogy ezek azért, mert hogy a magyarok csicskák, és ezek az emberek mind csicskák, és hozzá lettek szokva ahhoz, hogy őket csicskaként kezelik, ez nekem nagyon erős túlzás. Most csak mivel, hogy közvetlenül hozzám intézted ezt a kérdést, én úgy definiálom a csicskát, ahogyan ezt a kifejezést tanultam igaziból olyan közegben, ahol ezt gyakorlatban használják, a börtönben, ahol eltöltöttem nem sok időt, de egy másfél hónapot ugye tavaly, ugye erőszakmentes favédés kísérlete miatt. Ennek örülök. Végső soron a Nehogy nem volt erőszak. Tessék? Annak örülök, hogy legalább nem volt erőszak, hogy azt mondod, erőszakmentes volt ez. Igen, mint ahogy minden aktivizmusom teljesen erőszakmentes nyilvánvalóan, és a lelkiismereti alapú a közjó érdekében. Mindegy, a lényeg, hogy ebben a szubkultúrában a csicska az azt jelenti, aki megfélemlítéssel rávesznek arra, hogy saját érdekeivel is szemben menve kiszolgálja nála hatalmasabbakat. Félelemből meg azért, mert akkor hát, ha nem lesz rosszabb. Tehát, hogy így megalkuszik, belenyugszik az alávetett, kizsákmányolt helyzetébe. Ez nem politikai-gazdasági véleménynyilvánítás, nem, egyáltalán nem azt jelenti, mint amit te megpróbáltál a számmadni, hogy aki velem nem ért egyet valamilyen politikai vagy akármilyen kérdésben, azt én csicskának nevezem. Nem, azt nevezem csicskának, aki a saját érdekeivel szembe menve behódol és belenyugszik egy végtelenül igazságtalan kizsákmányoló szituációba, részben félelemből, részben azért, mert egyszerűen nincsen meg benne a kellő önérzet ahhoz, hogy kiálljon saját magáért. Ezt nevezem csicskának, és ez az a népszellem, ami szerintem jellemző Magyarországra. Ehhez kapcsolódó az, amit mondtál, hogy nálunk nem volt egyáltalán általános sztrájk. Ezért van az, hogy hiába óriási kultusza van itt a 48-nak, meg az 56-nak, valójában 56-ra biztos el lehet mondani, hogy azért nem az volt, hogy a teljes ország egy emberként felállt, hanem történelmi dolgok az kicsit, tehát szerintem félreérted ezeket a történelmi dolgokat, de nagyon eltérünk itt a világtól. És azért még egy volt. Erre ragadtam, mondom, szerintem a végső felelősség a nép, hiába mutogatunk a politikusokra, én vagyok a legutolsó, aki az Orbánékat akarná mentegetni, szerintem a végső felelősség az a mi válunkon. Igen, csak itt van még egy diszonancia, mert még egy kifejezést használtál, amit én már rettenetesen kezdek unni egy bő évvel az előző parlamenti választás után, ez az agymosás. Szeretném nagy tisztelettel jelezni, hogy liberális megközelítésből az agymosott kifejezést használni azokra a polgártársainkra, akik nem a mi ízlésünk szerint szavaztak, némiképpen disszonáns. Tudnék, ezzel azt feltételezi az illető, ebben az esetben te, hogy az, aki nem úgy szavazott, ahogy az számodra jó, az természetesen nem egyenlő méltóságú személy, mert nem képes arra, hogy ugyanolyan megfontolt döntésre jusson, mint te. Tehát én azt gondolom, hogy legalábbis liberális megközelítésből, tehát ahol
fundamentum az, hogy a polgártársainkat, embertársainkat egyenlő méltóságú döntésképes személynek kezeljük, ezt az agymosott kifejezést szépen lassan elfelejtjük. Bocsánat, alapvetően félreértetek. Mind a ketten. Én egyáltalán nem a választásról beszélek. Ebben a kontextusban nem a választásról, és végképp nem a Fideszre szavazó kisebbségről beszélek. Az a konkrétan magyar embereknek a kisebbsége, aki konkrétan leszavaz a Fideszre. Én azokról beszélek, aki nem megy el szavazni, meg azokról beszélek, aki a Fidesz ellen szavaz, és utána nem robbantja ki a forradalmat. Amikor a abszolút jogállammal ellentétes dolgok történnek, és egyre durvább a helyzet az országban. Tehát nem arról beszélek, hogy az a csicska, meg az az agymosott, aki saját jól felfogott érdekében, politikai-gazdasági eszmerendszere alapján, vagy akármi miatt, saját gazdasági érdekei miatt, mindegy, a Fidesz támogatja. Én arról beszélek, hogy van egy jelentős réteg, aki nyilvánvalóan a saját érdekeivel szemben nyilvánvalóan agymosás áldozata, nem tudja összeadni az egy meg egy, az kettő nyilvánvalóan és a csicska meg kifejezetten azokra vonatkozik, akik nem értenek egyet. Jó, még mielőtt még a Lipsi meg a dollárbaloldal nyelvészeti hiszem, hogy egy is elemezzük, még akkor egy mondat. A csicskaságot azt engedjük is el, túl sok időt fecséreltünk rá, csak az agymosásra egyetlen egy mondat. Akkor én hogy jellemezzem azt az oldalt, ami egyébként a világtörténelem bármely pontján megkérdezel az embereket, mi az az öt alapvető dolog, amire vágyik, és abból az egyik a béke. És amikor azzal fenyegetve a lakosság egy részét, hogy mert Orbán Viktor fasiszta kormányával értesz egyet, ha nem a háború támogatod és a fegyverküldés, akkor Putyin azt hogy nevezem, én mondjam azt ezen polgártársam, hogy akkor ők is agymosodtak, és a saját érdekeikkel szemben, az alapvető érdekével szemben, a békével szemben emel hangot, nem teszem ezt, hanem egyébként baloldali vagy liberális gondolkodású embereknek hívom, és nem agymosottnak, és nem csicskának. Csak örülök is, hogy ezt hoztad be, mert most kicsit a külpolitika felé fogunk úszni, ugye az Amerika és Magyarország kapcsolatáról, és ebben érdekes például Szijjártó BBC interjúja, ahol a riporter már úgy konferálta fel, hogy ugye Magyarország a leggyengébb láncszem, és hogy vajon megfizeti-e a szembeszegülés árát. Most akkor hogyan alakulnak a magyar-amerikai kapcsolatok? Árpád? Hát a magyar-amerikai kapcsolatoknak szép nagy története van tele hullámvölgyekkel. Egyértelmű, hogy úgy kezelik ezt az országot, mint egy huszadrangú gyarmat, tehát hogy nem is tudom, hogy a diplomácia történetben, de talán András erre jobban emlékszik, van-e példa arra, hogy ide jön egy nagykövet, és konkrétan beleavatkozik belső ügyekbe, utasításokat fogalmaz meg. Júri Andropovtól már volt ilyen. Valószínűleg az volt az utolsó, de még ők is egy kicsit jobban csinálták, tehát hogy jobban átszázták, tehát az eltársaknak négy szem közt mondták el, tehát nem álltak ki akkori szabad nép elé, vagy a bármilyen mikrofon elé, és akkor nem fogalmaztak meg utasításokat. Tehát, hogy ez az ország szuverenitásának, a semmibe vételének a minta példája. Nem tudom, hogy ennél szebben le lehet-e írni, vagy be lehet-e mutatni, hogy mi a helyzet. Tehát ennek van egy réget, ugye nem most kezdődött ez a folyamat. Meglátjuk, hogy mi lesz ennek a vége. Hát kritikus helyzetben vannak ezek a kapcsolatok. De hát a nagy színjátékok mögött, tehát hogy azért mindig vannak politikai érdekek, megegyezések, ugye Magyarország két másodpercen belül behódolt, ha nevezhetjük így, amikor kilépett ebből a bankba, amiben orosz érdekek is vannak. És nem vitatom, hogy ez jó lépés volt, akkor miért nem eddig léptek ki, tehát ez olyan furcsa, hogy jön egy nagykövet, és akkor megfogalmaz valamit, és akkor a kormány ezt végre is hajtja. Tehát ez a szuverenitás érzésének. Be se kellett volna lépni. Érzésében. Igen, tehát hogy ez most részletkérdés, csak olyan furcsa így ebben a formában, persze, hogy akkor mi most szuverének vagyunk-e, vagy nem, vagy valaki kér valamit, akkor megcsináljuk, vagy nem, vagy miben mondunk ellen. Tehát egy kicsit olyan zavaros ez az egész történet. Röviden ennyit szeretnék mondani róla. Robi? Szerintem a legek korszakát éljük, hogyha amerikai kapcsolatokról beszélünk. Egyrészt ugye az aktuális adminisztrációval, és akkor fogalmazhatunk így, hogy az amerikai diplomáciai kapcsolataink talán soha nem voltak olyan mélyponton, mint most. Talán ez nem túlzás. Ugyanakkor meg, tehát ez a birodalmi Amerika. A birodalmi Amerikával a viszonyunk, az nagyon mélyen van. Ugyanakkor meg az amerikai nemzettel talán soha nem volt ilyen jó. És nyilván ez a republikánus-demokrata megosztottságra utal, de én azt látom, hogy jelen pillanatban az amerikai nép egy jelentős része, megkockáztatom, hogy talán egy 10 évvel ezelőtt nem is nagyon tudott túl sok mindent Magyarországról. Ma teljesen jól informált, legalábbis
legalábbis az Orbán Viktor féle politikában nagyon is jól informált szerintem. És egyébként, ha bekövetkezik egy republikánus fordulat, mert ugye ez a Biden kormányzat azért örökké nem fog tartani, akkor Magyarország egyszerre egy sokkal jobb pozícióba kerül, mint ahol korábban volt az amerikai együttműködés tekintve. Ugyanakkor meg csak így megkérdezném, hogy a korábbi amerikai nagyköveteket vajon az átlagember meg tudná nevezni? Meg, persze. Mark Palmer, hát aki vonulgatott 89-ben tüntetéseken, tehát az se volt egy sokkal, hogy mondjam, kifinomultabb és empatikusabb magatartás. Világos számomra, csak olyan... André Goodfriend, aki ráadásul ügyvívő volt, és nem nagykövet, és hasonló a közélet iránt érdeklődő... akkor is szervezték a... Hát persze. A közélet, iránt érdeklődő, a közélet iránt érdeklődőek ezt valóban meg tudják, viszont a pressman nevét annyiszor hallják, és annyiszor közbejön, hogy az arra utal, hogy egész egyszerűen nagyon-nagyon jelen van a magyar belpolitikában. Mert ha nem így lenne, mert például a német nagykövetet nem hiszem, hogy meg tudják nevezni az átlag magyar az utcán. Ellenben a mostani amerikai nagykövetről, tehát látjuk, hogy jelen van, nagyon aktív a magyar belpolitikában. És egyébként erre többen utalnak, hogy egy picit ilyen helytartó íze van a dolognak, és nem akarom én ezt a mantrát így továbbvinni, de valóban, tehát ez bármi nemű elfogottság nélkül kijelenteti, hogy egy picit ilyen valóban azt érzem, mintha a birodalmi Amerika Pilátusa lenne az, aki kiáll a sajtótájékoztató, mintha a Gabatán a kövezett udvaron, amikor a római megszállás alatt a farizeusok felett ítélkezett a Pilátus, egy picit ilyen íze van ennek az egésznek. És nem tudom, hogy az mennyire szerencsés, hogy amerikai mértékben jelen van a belpolitikánkban egy olyan időszakban, amikor nyilvánvalóan Európában olyan dolgok történnek, ami hát jó pár évtized nem. Tehát egy picit egy ilyen átalakulás közepén a világ szuperhatalma, amikor nagyon erősen kifejti a jelenlétét, az nem vetít előre túl sok jót szerintem. És akkor még ilyen nagyon visszafogottan fogalmaztam, és nem mentem bele a különböző konspirációba. Mennyire jogos ez a Ruszkik haza plakátkampány? Hogy mennyire, milyen hatása van? Ez, jogosságát fősre lehet vetni, ez rendkívül ízléstelen, tehát egyszerű népi bölcsességgel ugye azt is lehet mondani, hogy akasztott ember házában nem beszélünk kötérről, tehát ezt a feliratot annak idején úgy firkálták föl egyszerű emberek, pesti srácok, ha úgy tetszik, a pesti házfalakra, hogy könnyen lehet, hogy az életükkel játszottak. És bár meg lehet magyarázni, józan történelmi érvekkel alá is lehet támasztani, hogy az Egyesült Államok miért nem nyújtott segítséget Jalta után néhány évvel, például azért, mert nem akart egy nukleáris konfliktust kockáztatni, de érdekes módon ez az Egyesült Államok most nem fél attól, hogy nukleáris konfliktust kockáztat úgy, hogy most már nem csak fegyverekkel lehet nukleáris konfliktust kockáztatni, hanem úgy is, hogy egy rakéta véletlenül a zaporozsiai atomerőműben landol, anélkül, hogy bárki ezt a szándékolt eredményt elő akarta volna idézni, zárójel bezárva. Tehát ezek után amerikai pénzből, amerikai kormányzati segítséggel kirakni olyan plakátokat, ahol az 56-os hősöknek a falfirkái szerepelnek, hogy Ruszkik haza, ez mélyen ízléstelen, és egyébként jegyzem meg ebben az ügyben, az orosz nagykövetség is bölcsebb lett volna, hogyha hallgat, de ebből viszont pontosan az a konklúzió ered, hogy Magyarországnak a nemzetstratégiai érdeke az, hogy valamennyi imperialista hatalmi központtól egészséges távolságot tartson. Egyesült Államok nekünk nem szövetségesünk, nem a barátunk, ellenfele nem Magyarországnak, Európának. Ugyanígy Oroszország is, Kína is ellenfele Európának, és Magyarországnak az lenne a nemzetstratégiai érdeke, hogy ezekkel birodalmi központokkal ne sefteljen, ne ajánljon fel katonai segítséget, ahogyan az Orbán kormány is felajánlott például Észak-Kurdisztánba annak idején, ne telepítse ide a különböző pénzintézeti érdekeltségeit, mint ahogy az oroszoknak ide telepítette, és meg a kínaiaknak is, és ne bonyolódjon bele se Kínával, se Oroszországgal olyan beruházásokba, amivel ki vagyunk téve a különböző geopolitikai konfliktusok hullámveréseinek. Magyarországnak az az érdeke, hogy Washingtontól, Moszkvától, Pekingtől egyaránt egészséges távolságot tartson. Ezzel szemben az Orbáni politika pedig nem ezt a vonalat viszi 13 éve, hanem hogy folyamatosan zsonglőrködik ezzel a nagyhatalmi érdekekkel, ami valójában, és ennek az eredője nem a nagyobb szuverenitás, hogy hol az amerikaiaknak teszünk elvtelen engedményeket, hol az oroszoknak, hol a kínaiaknak, hanem valójában ez az Orbáni zsonglőr politika Magyarország szuverenitását exponenciálisan csökkenti, hiszen minél jobban beágyazódunk ezekbe a konfliktusrendszerekbe,
annál kiszolgáltatottabbak leszünk, akár a energiaellátásunkról, energiafüggőségünkre, hogyha gondolunk, akár hogyha a termelőkapacitásaink kiszolgáltatottságát, a globális ellátóláncokba való beágyazottságát értjük ez alatt, akár pedig az, hogy a védelmi képességeink is teljes egészében külhatalmaktól, külhatalomtól függ. Ez, abszolút egyetértek ezzel, ezzel az egésszel. Nyilvánvalóan szerintem is nem megoldása se az amerikai birodalom alá tartozni, se, de pontosan ahogy elmondta az András, és hogy ne arról beszéljünk, hogy mit ne kéne csinálni, nyilvánvalóan az Magyarország érdeke, meg az kéne, hogy a célja legyen, hogy minél önfenntartóbb, minél radikálisan rendszer szinten átalakított módon, gazdasági, társadalmi szinten minél inkább egy önfenntartó, minél inkább közösségi alapú, kihasználva csodálatos adottságainkat, egy olyan harmadik, negyedik, ötödik, századik, akármilyen utas, akár példamutató hely lehetne, mert pont elég kicsik, meg pont elég nagyok vagyunk ahhoz, hogy igaziból bőven, nagyon királymódon emberi erőforrás tekintetében is, innovációs képesség tekintetében, minden szempontból megvalósíthatnánk egy 21. század kihívásainak a lehető leginkább megfelelő, minél inkább önellátó és hosszú távon fenntartható modellt. Nyilvánvalóan ezt kéne csinálnunk, ezzel abszolút szembe megy az Orbán, nyilván amit az Orbán mond, az meg abszolút szembe megy azzal, amit valójában csinál. Csak azt az egyet tényleg hadd kérdezem meg, teljesen gusztustalan, hogy az amerikaiak, amikor valóban segíteni kellett volna a konkrét srácoknak, akik felírták a falra, hogy Ruszkik haza, most ők írják ki, hogy Ruszkik haza, amikor kellett volna, akkor nem segítenek, de mégis tényleg csak, hogy ez már többször elhangzott, hogy akik a békért állnak ki, azokat nevezem én agymosottnak. Erre is reagálásképpen csak hadd kérdezem meg, valahogy a racionálisan, mert még senki nem tudta ezt így arról az oldalról, vagy ezt a nézőpontot képviselő közül megmagyarázni nekem, hogy miért nem érvényes a Ruszkik haza a valamennyien szinten megfeleltetve annak, ami az ukránokkal történik. Bocsánat, nem úgy, hogy az válaszolok neked. Az, hogy ami Ukrajnában történik, Ruszkik haza, ilyet szerintem még én is mondtam, de jegyzem meg, ilyen még kormánypárti politikusoktól is elhangzott tavaly. Tehát az, hogy Ruszkik haza Ukrajnából, ennek szerintem Magyarországon 90%-os támogatottsága van. Ez a béke nyilatkozatban is benne volt, amit most elfogadtak. Így van, de benne... De egész parlamenti szinten, mármint a fideszesek. Így van, de... Hát ezek csak szavak, nem, valójában nem ezt támogatják. Nem, én az nem volt benne, hogy elítéljük az orosz katonai agressziót. Hozzáteszem, hogy én még a putyini agresszió megindulása előtt tavaly januárban én úgy fogalmaztam nyilvánosan, hogy az oroszoknak semmi keresni valójuk, mármint az orosz csapatoknak semmi keresni valójuk Kelet-Ukrajnába, az amerikaiaknak meg semmi keresni valójuk Európában. Ez a helyzet. És szintén Ukrajnában, mert akkor amerikaiak képezték ki persze. Az ukrán katonákat. De augusztustalanság nem erre vonatkozott. Az, hogy Ruszkik haza, azt én is simán belemondom a mikrofonba meg a kamerába, de mondom, ez gyakorlatilag a magyar kormányzati álláspont is ez. Augusztustalanság az, hogy az amerikai Egyesült Államok ezzel nem Magyarországot tiszteli meg. Az egész glóbuszon úgy közlekedik, mint egy gyarmattartó, aki semmiféle tekintettel nincsen a többi nép, nemzet, társadalom hagyományaira, történelmi élményeire. Bárhova, hogyha elmész Ázsiába, Afrikába, Latin-Amerikába, legutóbb López Obrador, mexikói elnököt, hogyha meghallgatta valaki, egyre nagyobb a harag az Egyesült Államok gyarmattartói imperialista politikájával szemben. Ez a helyzet, és ennek csak egy magyarországi leképeződése, hogy a magyar érzékenységre, a magyar hagyományokra fittyet hányva, a magyarságot megsértve bonyolítanak le egy ilyen kampányt. Nem a Ruszkik hazasértő, az a kontextus, hogy hol, milyen célból, kinek a pénzéből helyezik ezt ki. Ezzel teljesen egyetértek. Akkor hajra reagáljak arra, amit mondta, hogy azt mondtad, hogy mi demonstrációból se derült az ki, hogy miért úgy egyetértenénk azzal, ha az oroszok kivonulnának. Nem mondta senki a színpadról, hogy Ruszkik haza, hanem inkább azt, hogy hát ha már, akkor inkább a Putyin győzzön. Kicsit ez ilyet jön mondott le. Valaki? Hát ez jön.
a sorok között olvasva igazából egyértelmű az üzenet, azt, hogy figyelj, azt hát olvasd a szememre, vége. Azt olvasd a szememre, amit mondtam, írtam, vagy ami mellett nyilvánosan kiálltam. A kezdetektől, a nulladik perctől azt támogatom, és azt mondom, hogy én tökre azzal értenék egyet, ha Ukrajna maradna az eredeti határaival. Amikor ez az invázió megindult, ennek egyébként volt egy előzmény, abban most nem menjünk bele, még zanzásítás szintjén se, de amikor ez az invázió megindult, és amikor az első béketárgyalások szóba kerültek az oroszok és az ukránok között, akkor még csak arról sem volt szó, hogy négy megyét elvesznek. Akkor még NATO csatlakozásról való lemond, és a többi, és a többi. A nyugat az, ami az oroszokat húzza rá az oroszokat az ukránokra, és egyébként nézd meg, hogy az elmúlt egy be, mennyi vér folyt ki teljesen feleslegesen, rosszabb a helyzet, mint volt, és nem vagyok jövőbe látó, de van egy olyan félelmem, hogy az idő előrehaladtával csak még rosszabb lesz, tudod? És mi soha, egyébként visszatérve arra, hogy a jobb oldal kormány szinten mit? A szavak szintjén és papír alapon, ezt ők maguk is lefektették. Azért én nem tudok neked egyébként garanciát vállalni, hogy ők mit gondolnak a nyilatkozatok mögött, bár abban nyilván el lehet következtetni. Én magam viszont soha nem azt mondtam, amit te félreérthettél, az, mikor a 444 megkérdezte, hogy akkor is kössenek-e békét, ha ez területvesztéssel jár, akkor azt mondtam, hogyha átmeneti területvesztéssel jár az, hogy fegyvernyugvás legyen, akkor igen. Azért, mert nem lehet négyzetkilométerben meghatározni emberéleteket meg generációkat. Ezt te félreértheted és magyarázhatod egyébként, mert gyanúsítgathatsz olyan, hogy te a sorok között mit olvastál. Ezt mondtam, és ezt gondolom. Bocs, akkor tudom, a volnának semmi értelme nincsen, de mégis csak egy ilyen hipotetikus kérdés. Tehát az, hogy 56-ban ez történt, relatíve de ehhez képest végképp nagyon-nagyon-nagyon kis véráldozattal nagyon gyorsan helyreállt a béke, ami azzal járt, hogy egy az egyben 100%-ig az imperialista agresszió győzött, 100%, és utána következett 40 év elnyomás, vagy na, mindegy. Ez akkor tehát a kívánatos, ehhez képest rosszabb lett, mondom, volna nincs értelme, de mégis hipotetikusan, rosszabb lett volna, hogyha mondjuk egy éven keresztül harcol a magyar nemzet, szétterjed a forradalom az egész országban, és mondjuk 100 000 számra, na talán ez nem, de mondjuk 10 000 számra halnak meg magyarok, és mondjuk 2 évvel később nyugati fegyverszállítmányok segítségével kiharcolja a szabadságát. Tehát ez a kívánatos, mi lett volna kívánatos, mert mi nem, ebbe a játékba én nem megyek bele, viszont azért ne húzni, mert tökéletes párhuzamot nem tudsz húzni az akkori 56 között, és a mostani ukrán-orosz helyzet között, tudnék, Ukrajnában két atomhatalom áll egymással szemben. Most tök mindegy, hogy az ukránok ennek a házigazdái és rajtuk keresztül, de mégiscsak a nyugat áll mögöttük. Tehát ez a háború, ez nem ugyanaz, mint az 56, tudod? Tehát ez ilyen szempontból, ez a teljes földbúró kockáztatja, és ahogy András is fogalmazott, még csak az sem kell, hogy valaki mondjuk célzott atomtámadásban gondolkodjon, elég egy rosszul ívelt rakét, ami egy atomerőműbe becsapódik, és már megvannak, tehát azonnal készen a katasztrófa. A másik pedig az, hogy ez a nyugat által egyébként szándékosan fenntartott helyzet, ez oly mértékben destabilizálta a világot, csak nézd szét, már nem csak Ukrajnában van front, fegyveres összecsapás nyilván Ukrajnában van, de nézd meg, mi történik Kína körül, nézd szét a világba, tehát ez, ami ott megy, ez semmilyen formában nem lehet egy olyan embernek támogatandó, aki még szeretne tervezni a jövőben, tudod? És ilyen téren én azt gondolom, hogy azok, akik ma arról beszélnek, hogy ők a fegyverszünetet és a békét támogatják, azok nem Putyin narratívájából játszanak, hanem csak szeretnék egy picit, hogyha megnyugodnának a fegyverek, és a diplomácia venné át a hangsúlyt ebben a kérdésben. Meg a Robihoz kapcsolódva azért nekem még van egy rossz hírem az amerikai progresszivista, woke kapitalisták számára. Tehát lehet keresztes hadjáratot hirdetni afrikai, ázsiai országokban szivárványzászlóval és a többi, de ami az elmúlt egy évben történik, az nem csak azzal járt, amit a Robi mondott, hanem sikerült összetolni az oroszokat a kínaiakkal, Indiát Kínával, sikerült kibékíteni Irakot Iránnal, Iránt Szaúd-Arábiával, tehát az a rossz hírem van derék progresszív amerikaiak irányába, hogy lassan az egész világ, amelyiket, tehát a világ háromnegyede, amit ma már az Amerikai Egyesült Államok képtelen uralni, összezár az amerikai imperializmussal szemben.
Tehát ez is az elmúlt egy évnek, ez is annak a termése, hogy az elmúlt egy évben, ha voltak is tapogatózások az orosz és az ukrán fél között, kezdeményezések legalább a tűzszünetre, azt az amerikaiak, és hogy a te kedvenc szavajárásoddal éljek, az ő csicskásuk, a britek szétbombázták, megtorpedózták. Rossz hírekhez tartozik idézőjelben amerikai vonalon, hogy azzal, hogy ide jön egy ilyen nagykövet, aki közismerten egy nagy szivárványzászlós lobbista, stb. Igen, de a magyar társadalom számára, amikor ő mond valamit, ennek mindig van egy háttere, vagy egy kontextusa, de attól függetlenül, most ha ezt le is vágjuk ezt a részt, tehát ide jön egy ilyen ember, és egy ilyen akciókba kezd, annak a kormány részére egy aranytojástojótyú politikai értelemben, tehát hogy jelentősen megerősíti, tehát pont az ellenkezőjét érik el vele. Belpolitikai szempontból bingo, RP, mert amennyire 2021-ben volt abban legalábbis racionalitás, nem sok mindenben volt, amit Márki-Zay Péter mondott, de abban mindenképpen, hogyha úgy formulázzák 22-t, hogy Orbán vagy nem Orbán, akkor könnyen lehet a nem Orbán álláspontnak többséget szerezni. Ebben volt ráció, mert épp elég társadalmi csoportot hergelt és haragított magára a miniszterelnök 11-12 év alatt. Na de az nyílt amerikai szerepvállalás pénzzel, propagandával, szimbolikus eszközökkel, a soft power különböző eszközrendszerével, Lars Samantha Power, soft power ügyminiszter látogatását, könnyen előállíthat egy olyan helyzetet, hogy nem az lesz a kérdés, hogy Fidesz vagy nem Fidesz, Orbán vagy nem Orbán, hanem Amerika vagy Magyarország. És aki úgy tudja felmutatni magát 26-ra, hogy ő Magyarország, az nyerni fog nem kicsit, hanem nagyon. Akkor most inkább lépjünk át a harmadik témára, hogy törvény adta jog lesz a szivárványcsaládok névtelen feljelentése. Mi lesz? Mit hoz ez a jövő? Add már ide, a törvény szöveget érdemes megnézni, mielőtt hülyeségeknek hitelt adunk. Tudnék, a konkrét szakaszban, amit most én próbálok felolvasni ennek a törvénynek, csak nem értek ezekhez az eszközökhöz, igen, ott nincs ilyen. Tehát az a helyzet, hogy ne tessék Donát Annának hinni, mert a norma szövegben nincs ilyen, tehát még körülírtan se, hogy szivárvány családok feljelentése. Próbálom felolvasni, hogy mi van ebben a norma szövegben. Ami az érintett részt illeti, hogy a visszaélés bejelentési rendszerben bejelenthető D-pont, sok marhaság van benne, ez egész egy marhaság úgy, ahogy van, az alaptörvény elcikkével és 16. cikkével bekezdésével védett házasság és család alkotmányjogilag elismert szerepe, a gyermekek megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelem, gondoskodás, mint születési nemének megfelelő önazonosságához való jogának a kétségbevonása jelenhet. Tehát itt nem kell az egész körmönfont, rendkívül idióta megfogalmazást megtanulni, ha csak a kétségbevonást tekintjük, mint ennek a rendelkezésnek a szívcsakráját, teljesen egyértelmű, hogy Donát Anna hazudik. Mert itt a kétségbevonás nem jelenthet egyet azzal, hogy különböző családokat, párokat, szülőket feljelentgetnek. Ez nem igaz. Nincs benne a törvényben. De viszont érdemes elmerengeni ezen a bizonyos harmadik fejezeten. Tehát a történet az, hogy már a NER idején, 2013-ban született egy ilyen bejelentésvédelmi törvény, már az is egy ilyen uniós jogharmonizációs megfelelési kényszer által, ami többé-kevésbé egyébként jól szabályozta a közérdekű bejelentések meg a bejelentő védőknek a státuszát. Erre most jött ez az izmozása az egyébként Magyarországnak járó fejlesztési források kapcsán. Jött egy uniós diktátum, hogy akkor kell egy ilyen új bejelentő védelmi törvény, és én nem tudom, de a fejemet teszem rá, hogy ez a harmadik fejezet, ez egész biztos, hogy személyesen Orbán Viktornak a fejéből pattant ki. Tehát, hogy van egy az egyben, még a egyenetlen magyar szövegből is látszik, nem magyar termék, hanem egy uniós valami marhaságnak a lefordítása, és akkor rendben van, belemegyünk, csak kapjuk meg a pénzt, mindent megcsinálunk, főleg ami a hatalompolitikai érdekeinket ugye nem zavarja, mert érdekes módon arra már az uniónak, a bizottságnak nem volt ez, hogy esetleg azt kérje már meg Magyarországtól, hogy a kúriára ne lehessen beültetni bírói múlt nélküli embereket, mert ez viszont hatalompolitikai szempontból is fájna a kormánynak. Na, ilyet nem kértek. Jó, ez egy hülyeség, csináljuk meg, de akkor, hogy érezzék a törődést, és nehogy véletlenül minket magyarokat csicskának gondoljanak, tegyünk bele egy olyat, ami viszont védi a mi
alaptörvényi értékeinket. Ez tipikusan egy ilyen orbáni furfang, amit beletettek. Minden ízében egyébként szerintem alaptörvényellenes. Tehát itt, ha visszamegyünk a norma szövegre, tehát itt nem csak a családokkal összefüggő ilyen alkotmányos tételekkel kapcsolatban kétségbevonást engedi bejelenteni, hanem hogyha a kommunista rendszer vagy a nemzetszocialista rendszer bűneivel kapcsolatban valaki kétségbe von valamit, azt is be lehet jelenteni. De ez egy teljes téboly, egy orwelli állapot, amit a kormány ezzel elő kíván állítani, merő hecből, mert ezzel a fejezettel szerintem ez végig sem volt gondolva, hogy ennek mi az eredménye, hanem hogy mutassunk már fityiszt az uniónak, hogyha hülyeségeket kérnek, akkor a hülyeséget mi képesek vagyunk fokozni. Tehát ebből csillagos ötösre vizsgázik Orbán Viktor. Viszont a probléma a következő, hogy az eredeti bejelentésvédelmi törvény úgy, ahogy még megállt. Viszont itt van az átka annak, amikor univerzalizálnak jogi megoldásokat. Ami valahogyan működik Svédországban, Németországban, annak nagyon rossz a kontextus a Magyarországon. Nem a szivárvány családok fejlentéséről van szó, mondom még egyszer, szó nincs erről ebben a törvényben. De Magyarországon inspirálni az állampolgárokat, hogy névtelen bejelentéseket tegyenek, még új alapos, tehát akár korrupcióüldözésről is van szó, ezzel nagyon csinyán kéne bánni. Ennek a magyar társadalmi kultúrában nagyon rossz hagyományai vannak rendszerről rendszerre. És még valami, ami azért sokat elárul az Európai Unió progresszív törekvéseiről, hogy önmagában ebben az új törvényben, ahogy szépen ki van dolgozva, hogy mi mindenféle fajta retorzió nem érheti a munkahelyen a bejelentőt, ez szerintem szuper. Csak milyen érdekes, hogy az Európai Unió azt keresztül erőlteti, hogy individuális, névtelen akciókban meg legyen védve a munkáltató, de érdekes módon abban már az Európai Unió nem gyakorol nyomást, például a magyar kormányra, hogyha valaki sztrájkot szervez, sztrájkban vesz részt, akkor is ugyanilyen kidolgozott védelmet élvezzen. Nekem volt egy szerencsétlen esetem kúriáig, alkotmánybíróságig, ahol munkaerő kölcsönzés alanyának tekintett targoncást hurcoltak meg, rúgtak ki, pusztán azért, mert egy sztrájkban részt vett szervezőként. Érdekes módon az Európai Uniónak, ami a centrumországok és a centrumországok nagyvállalatainak a kezébe van, nem érdeke az, hogy a szervezkedő, sztrájkban résztvevő, sztrájkoló munkásokat védje, az pedig nem fáj neki, hogyha névtelen bejelentéseket individuális, anonim akcióként meg lehet tenni, de még egyszer, ebbe a törvénybe Orbán a maga furfangjából beleeresztett egy ilyen hungarikumot, ami mondom, minden ízében egyébként aljas, szürreális, alaptörvényellenes. Sok mindent ki lehet ebből hámozni, hogy például az eltérő emlékezetpolitikát, eltérő történelmi értelmezést hordozó embereket hogyan lehet majd meghurcolni, akár nemzeti jelképekről, akár történelmi eseményekről van szó. Speciál a azonos nemű párok által nevelt gyerekeket, ez semmilyen módon nem érinti. Árpád. Igazából nekem a munkavállalói megbecsülés jutott eszembe így folytatásként, amit említettél, hogy bezzeg az Európai Unió mikre nem figyel. Ugye nemrég elbocsátottak 150 katonát, mert nem oltatta be magát azzal a Pfizerrel, amivel ma már épeszű ember fel sem merülhet benne, hiszen sorra jönnek ki, hogy milyen jellegű mellékhatásai vannak, és Nyugat-Európa több országában már külön alapokat hoztak létre arra, hogy kártalanítsák azokat, akik az oltás mellékhatásai miatt olyan szövődményekben szenvedtek, amelyek miatt indokolt az egész. Tehát szörnyű, szörnyű, meg az egész beszerzés mögötti korrupció is most már egyértelmű, amiben a magyar kormány is részt vett, természetesen leoltatta az embereket, meg a gyerekeinket is, akit csak lehetett Pfizerre, de ott volt a honvédség, a katonaság, és most, amikor már minden világos, minden egyértelmű, hogy mi a helyzet. Most rúgták ki ugye ezt a 150 embert, és ezek közül voltak olyanok, akik egy éven keresztül ment a kálváriájuk, tehát hogy állományban voltak, nem kaptak fizetést, mert ugye megtagadták a parancsot, hogy oltsák be magukat, és nem mettek el, tehát hogy nem volt B-változat, nem mettek el más munkahelyre, állományon, ott tartották őket fizetés nélkül, tehát hogy ez is egy, tehát hogy minden emberi érték, minden joggal szembe menő magatartás, tehát hogy ez vérlázító, ez a lépés, főleg úgy, ez a magyar honvédség, a nemzeti honvédség, ami kiemelt prioritás, meg honvédségfejlesztés, tehát hogy ezt a galátságot itt csinálják meg, tehát ez is meg lehet minden gond nélkül.
ide munkavállalók jogai, oda munkavállalók jogai. Ezt a LMBT, ezt a szivárvány családos, nem tudom micsodát, én egy gumicsonnak nevezni, amivel lehet hergelni. Nem kell belemenni ebbe az utcába, nem is kell róla beszélni, pont ez a igen. És ez ugyanaz a helyzet ezeknek a felvetésével, ami mögött ugye kevés valóság is van, vagy szinte nulla, hogy megint lehet rágni valamit, és egyfajta politikai gumicsontként napirenden lehet tartani olyan témákat, amiknek amúgy semmi köze nincsen hozzá. Milyen érdekes, csak egy zárójel, nagyon messze mennénk, hogy ez alatt a magyar médiában nem hallunk semmit, hogy a WHO újabb globális szerződésekkel készít elő, amivel kvázi nagyon sok olyan területet átvenne, ami a magyar nemzeti szuverenitáshoz kötődik, tehát ilyen jellegű tárgyalások folynak. Tehát ezekről úgy nincs semmi a médiában, se itt, se ott. A politikusok se nagyon beszélnek róla, nem nagyon a nulla, amit beszélnek róla, de hát ugyanúgy kimarad a furtkutak ügye is, tehát hogy pont megnéztem, hogy alig van róla szó a magyar médiában, vagy csak egyfajta interpretáció megy, hogy itt már téma volt ugye a legutóbbi műsorban is, hogy ez csak nyugat-európai példa, ez csak az első lépés, és onnantól kezdve a fő cél, hogy olyan kiszolgáltatott helyzetbe hozzák az embereket, ami a későbbi élelmiszer lobby, mert látjuk ezt is, hogy egyfajta átalakulás megy végbe, hogy a nagy woke kultúra, meg környezetvédelem jegyébe kiszorítsák a hagyományos élelmiszereket, és helyébe... Lásd Hollandia, ahol ugye a nitrogénadó, meg egyéb módon próbálják a gazdákat tönkretenni, és helyébe pedig lehet jó ízű rovarokat, meg rovarfehérjéket fogyasztani. Zárójelben, hogy ez is az emberi méltóságnak milyen jellegű lealacsonyítása ezen a téren. Tehát, hogy készülnek a háttérbe minden irányból, több fronton a jövőre vonatkozóan. A digitális pénzről nem is beszélve, tehát hogy a készpénzforgalom teljes megszüntetése, de ebbe tényleg nem akarok most belemenni, mert nagyon hosszú lenne. Tehát olyan tervek özöne van, és közben mi a téma, hogy a szivárványos családokat feljelentik, vagy nem. De Árpi, itt nem csak a vakcináltatásról van szó. Tehát 2020 és 2022 között olyan durva jogkorlátozás sorozatot vezettek be európai országok, ami Európa nyugati felén 1945 óta példátlan volt. Én még azt a dumát is meg tudom enni, hogy annyira megijedtek a kormányok is a járványtól, beláthatatlan, és most azt hagyjuk is, hogy ez hogyan keletkezett egyáltalán ez a Covid. Annyira beláthatatlan volt, hogy abban a pánik helyzetben a kormányoknak azonnal cselekedni kellett. Remek. Eltelt egy év, hogy ezeket a korlátozásokat Európában feloldották. Hallottál te bármit olyan, hogy a jogállamiságra még oly kényes Európai Bizottság, vagy lassan az egész világnak a legfölöslegesebb szervezete, ez a strasbourgi székhelyű Európa Tanács, ami kifejezetten az európai emberjogi regulák megvédésére lett életre hívva, hogy ma miért tartjuk fönt adóforintokból vagy eurocentekből, ezt tényleg nem tudom, bármilyen monitoring vizsgálatot indított volna, mondjuk a franciáknál, mondjuk az osztrákoknál, hogy azok a jogkorlátozások, amiket a kormányok bevezettek 2020 márciusa után, utólag, hogy túl vagyunk ezen az esemény soron, ezek megfelelőek, indokoltak, szükségesek és arányosak voltak. Erről kus van, épp úgy kus van, mint arról, hogy ki fogja kifizetni a von der Leyen SMS-én megkötött vakcina szerződésekből keletkezett oltási károkat. Kivállal érte felelősséget, mert hogy ezek a cégek jó előre kizárták a termékfelelősséget. Erről majd máskor Gergely. Ezek nagyon izgalmas dolgok, meg tök jó, kicsit meg is lep, de csak az én hibámból, mert nem vagyok elég tájékozott ezzel kapcsolatban, hogy álltok ezekhez a kérdésekhez, de ez nagyon jó hallani, hogy ennyire egyetértünk ezzel az egész Covid-fasizmussal, meg az oltás rákényszerítéssel kapcsolatban. Arról is bőven lehetne beszélni, hogy mi történik az élelmezési rendszerrel. Én mondjuk például egyértelműen csak is az alapvetően organikus növényi alapú élelmezési rendszerre való átállásban látom az egyedül igazi fenntartható jövőt, és igen, hagyományos közösségi alapú, de a nagyipari állattartásnak is mennie kell, meg úgy általában is az állatok kizsákmányolásának is mennie kell, mert teljesen fenntarthatatlan, egészségtelen és etikátlan. Így most már a 21. században egyértelmű. De nem is ez a téma, én kifejezetten direkt erre a szivárvány családos dologra szeretnék reagálni, mert bár nyilvánvalóan
politikai szinten gumicsont, ezzel foglalkoznak az emberek, de azoknak az életében, akikről szól, vagy akikről szó van, ezek nagyon is valóságos dolgok. Tök igazad van, nekem de nem is, ez van a törvényben. Nekem is van ilyen. Erről lehet szónokolni, ne haragudj, hogy közbeszakítalak. Nem ez van a törvényben. Igen, ezt próbáltam felolvasni. Tehát nem az a lényeg, hogy pontosan a törvény az bármilyen szempontból is alkalmazható, meg valójában, igazából, gyakorlatban lesz-e bármilyen jogkövetkezménye bárkire nézve is. A lényeg az az, hogy az emberi fejekben mi történik ezzel kapcsolatban, hogy ez a téma még egy kicsit tovább. Tessék számon kérni azt az ellenzéki politikust, aki hazudik, és belemagyaráz olyat, ami nincs benne. És nem azért verik a tamtamot, ami egyébként benne van és aljasság, hogy a szólásszabadságot hogyan kívánja Orbán Viktor korlátozni, hanem belemagyaráznak olyat, amit a legnagyobb képzelő erővel se lehet egy ilyen normaszövegbe belemagyarázni. Donát Annának tessék szemrehányást tenni, mert ő hazudik a törvényszöveg. És semennyire se védem az úgynevezett ellenzéki pártokat egyáltalán, de tény, hogy az alaptörvényben benne van ez az apa-férfi, az anyanő dolog. Tény, hogy az elmúlt éveknek a nagyon-nagyon durva LMBTQ ellenes propagandája, amit szít a kormány, az gyakorlatban nagyon-nagyon károsan befolyásolja a rengeteg magyar állampolgár életét. Én is, nekünk is vannak olyan barátaink, akik gyereket, most van egy kisbabájuk, egy leszbikus pár, és nagyon sok ilyen embert ismerek, nagyon sok tagját az LMBTQ közösségnek, akik a saját bűnökön érzik, hogy... Mi az az LMBTQ közösség? Aki oda tartozónak, aki definiálja magát. Én ismerek meleget, ismerek leszbikust, ismerek transzneműt is, de ők még csak nem is feltétlenül a többi meleggel, leszbikussal, transzneművel azonosítják magukat egy közösségként. Érdekes módon a leszbikusok kifejezetten nem szeretnének a transzneműekkel egy közösségben. Jó, de most erről beszéljünk. Ez a progresszív propaganda. Nincs ilyen. Ne erről beszéljünk, hanem hogy konkrétan nettó rosszabb az életük, és... Az, hogy ez a téma ilyen szinten van kezelve ebben az országban, ez azt eredményezi, hogy amikor az ő gyerekük megy mondjuk óvodába, akkor most sokkal inkább szembe kell nézniük azzal, hogy hogyan néz ránk a többi szülő, mit mond majd az óvónéni, stb. És sokkal inkább elgondolkodnak, hogy megígérem, inkább hogy ezt a témát még folytatjuk, Robi, az utolsó. Nagyon sok mindenek elegánból kezdem az elején. Szerintem egyébként Magyarországon az ilyen közösségek semmilyen bántalmazást nem szenvednek, hogy utáltál leszbikus ismerősre, meg... Hát én azt gondolom, hogy Magyarországon egyébként annyira jogegyenlőség van, hogy még, talán még több jogot is biztosít a kisebbségi közösség tagjainak a törvény, mindazonáltal, hogyha mondjuk valaki bántalmazást szenved el, és az kisebbség tagjaként teszi, vagy nem tudom már pontosan ennek a jogi szövegezését, akkor ez egy minősített esetnek számít. Tehát semmiképpen nem gondolom, hogy jogvesztesége attól meg, hogy két leszbikus pár gyermeket hozzon létre, vagy gyermeket tulajdonoljon annak. Mi az, hogy romaként? Hát ez a törvény, ez pontosan gyakorlatban sokkal többször védte a szélsőjobboldali. Ez minden héten liberális vita partnerektől mindig eljutunk arra a pont, amikor elhangzik az a szó, hogy te romaként. A törvényszövege valóban ezt védeni, de magyar a joggyakorlat szerint sokkal kevesebb esetben kaptak jogi védelmet romák, és mondjuk leminősítik az ellenük elkövetett bűncselekményt, és nem közösségtagjaként kezelik, míg ezzel szemben mondjuk szélső jobboldali. Célszerű a tényekkel szembenézni. 2002-ben, amikor Magyarország... Amikor Magyarország lezárta a csatlakozási tárgyalásokat, a magyar büntetőjog diszkriminálta a homoszexuálisokat, nem volt regisztrált élettársi kapcsolat, és nem volt olyan rendszer, amelyik a munkahelyi zaklatásokkal szemben megvédte volna a homoszexuálisokat. 2009-re ez helyreáll. Oké, de most 2023-ban. Oké, tekintsünk el, hogy irreleváns módon veled ez a dolog is rángat, csak annyit akartam mondani, hogy például a homoszexuálisok esetében nem Orbán Viktor és nem a kormány fosszol meg őket a gyermekáldástól, hanem a Jóisten meg a természet. Ennyit akartam. Én tényleg nagyon fájó szívvel húzom le most ezt a vitát, de ígérem, hogy ha még lesznek új fejlemények, akkor ezt így folytathatjuk, és nagyon szépen köszönöm mindenkinek ismét, és köszönöm szépen a nézőknek is, hogy velünk tartottak, tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra!